A Budapesti Szent Ferenc Kórház 2015-ben indította el az Út az egészséghez című programját, melynek célja a figyelemfelhívás és a szív- és érrendszeri betegségek kiszűrése. A kezdeményezés keretében országszerte olyan tanösvényeket létesítenek, amelyek lehetőséget biztosítanak mind a helyieknek, mind a turistáknak, hogy részt vegyenek egy kellemes túrán, mely során pulzusmérésekkel ellenőrizhetik egészségügyi állapotukat. A legújabb kardió tanösvényt ezúttal Velencén a Bencehegyi kilátónál adták át, amely már a Vármegye második túraútvonala Iszka-Szentgyörgy után. Magyarországon a 14. Út az egészségért tanösvényrendszert adjuk most itt át, Velence térségébe, úgyhogy lassan elérjük azt a számot Magyarországon, hogy tulajdonképpen az egész országban a nagy rizikófaktorral rendelkező betegeknek utazó közelségben legyen egy megelőző egészségügyi, vagy pedig egy megelőző rehabilitációs rendszer. A Út az egészségért tanösvény programokon főleg a szív- és érrendszeri betegségeket lehet megelőzni. A kardiotúrát a szakemberek főként a szív- és érrendszeri betegeknek, a magas vérnyomással, cukorbetegséggel vagy testsúlyfelesleggel küzdők számára alakították ki, de mindenkinek ajánlják, aki a betegségek megelőzéseként mozogni szeretne. A velencei túraútvonalat a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, Toldi Sedel Emil, Gerhard Ákos, Velence polgármestere, Köteles Zoltán, NADAP polgármestere és Egyet Péter, a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója adták át, majd Récsei Norbert István plébános áldotta meg. Az egészségmegőrzés ugyanis nem csak hatékonyabb, hanem hosszú távon eredményesebb is, mint a betegségek kezelése. A kardiotúrát több nehézségi fokozaton és távon is lehet teljesíteni az igényektől függően. A vezetett vagy egyéni túrák során egy túralap segítségével dokumentálhatjuk értékeinket. A kijelölt pulzusmérőpontoknál a táblázatba feljegyezhetjük a megfelelő adatokat, majd elérhetőségeinket megadva a kitöltött túralapot a kihelyezett gyűjtőládába helyezhetjük. Hogyha ezt a túralapot a végén esetleg a gyűjtőhelyen be is dobom, akkor onnantól kezdve mi már fel tudjuk venni az emberrel, az igénybevevővel a kommunikációt, és a különösen eltérő értékeket látunk akár a túralapon, akár az applikáción, akár a weboldalon keresztül beküldött adatokon, azokat automatikusan behívjuk szív- és érrendszeri vizsgálatra, tehát berakjuk, becsatornázunk ezeket az embereket az egészségügybe. A Bencehegyi kardiótúrán leadott túralapokat a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet orvosai értékelik ki. Az Út az egészséghez túrákat és így az egészségmegőrzést az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, a Velencei Önkormányzat, a Velencei Járási Szakrendelő és az Egészségfejlesztési Iroda támogatta.